Köszöntöm Csifu Dorinát a Vadon hercegnője című japán rajzfilm szinkronforgatásán. Mi a véleményed az animékről? Érdekesnek találom, meg tetszik általában a koncepciójuk, ahogy fel van építve. Tehát én nagyon szeretem, mert általában azért izgalmasabbak, és hogy mondjam, én szeretem az ilyen vámpíros, zombis és horror dolgokat, tehát távol nem áll tőlem, de nem követtem nyomon, úgy igazán. Mondjuk időm sincs rá, tehát az utóbbi időben szerintem a kisfiam miatt csak rajzfilmeket néztem. Inkább csak rajzfilmek. 3 éve szerintem nem láttam horrorfilmet, pedig nagyon szeretem őket és imádom őket. Közel áll hozzám, de mondom, nem követtem úgy nyomon, hogy éppen milyen új film vagy rajzfilm jött ki. Nemrég ezelőtt csináltatok egy másik animét, a Macskák Királyságát, amiben az a közös, hogy szintén a Ghibli stúdió filmje, mint a Vadon hercegnője, és szintén Bartusz Attilával rendezte. Igen. Bartusz Attila rendezte. Annál a filmnél másképp gondolod a célcsoportot, illetve milyen volt Attilával a munka? Én Attilával nagyon szeretek együtt dolgozni. Egyébként mindig sikerül olyan szerepeket rámosztani, amiben azért valamivel, hát az utóbbi időben meggyűlt vele a bajom, amit én szeretek, tehát szeretem, hogyha ki kell dolgozni valamit, és meg kell találni, hogy tökéletes legyen. És mindig nagy fába vágtam a fejszémet vele az utóbbi időben. Nagyon szeretek vele dolgozni, illetve célcsoport. Az egészen más ehhez képest, kicsit ilyen álomvilág, ugye? Nekem nagyon tetszett, mert ilyen, hogy mondjam, olyan, mint az Alice Csodaországban, tehát ugye, hogy így átrepülnek. Lehet, hogy azt már talán fiatalabbak is megnézhetik, de ezt sem mondanám 100%-ra, hogy így végig gondolom az egész történetet. De nagyon izgalmas nekem. Kimondottan inkább az egyébként jobban tetszett, mint a Vadon hercegnője. A karakter miatt? Igen. A karakter, meg ez a macskás történet, ez így olyan jó volt. Tehát, nem azt mondom, hogy én macskapárti vagyok, mert nem vagyok, inkább állatpárti vagyok, de ez nagyon tetszett, mert ilyet még nem láttam. Voltál sorozatokban is, milyen emlékeid vannak a Soul Eater-re és a Vampire Knight-tal kapcsolatban? Fú, hát a Soul Eater az nagyon. Tehát ugye az volt számomra így az első, amit így elég hosszú távon csináltunk. És nagyon, tehát hogy élveztem. Maka. Imádtam, de tényleg. Meg tök jó volt a többiekkel együtt dolgozni. Meg hát ugye ez a lélekfalás. Ez egy, hogy mondjam, ilyen, tényleg ilyen nagyon izgalmas volt. Az egészséges lélek, az egészséges elmében és az egészséges testben lakozik, ezt a mai napig tudom, mert minden egyes rész elején el kellett mondani. Nagyon szerettem, még a zenéjét is letöltöttem, mert nagyon-nagyon bírtam azt a sorozatot. Kár, hogy ilyen rövid volt. És a Vampire Knight? Na hát az meg a másik, ugye vámpíros. Tehát én szeretem a vámpíros történeteket, a vámpíros könyvet nagyon sokat olvastam, bár nem a feltétlenül Twilight, és ezek a nagyon, hanem inkább annyira nem ismerteket. És én szeretem az ilyeneket, úgyhogy jó volt ilyet csinálni, főleg ugye a lány, aki szerelmes a vámpírba. Izgalmas volt. Az Alkonyos című nagy sikerű film több részében is szinkronizálta egy Jessica nevű karakter. Igen. Mi a véleményed a filmet övező rajongásról és magáról a filmről? A könyvet nem olvastam, tehát én nem tudok viszonyítási alapot mondani, viszont láttam minden részét. Izgalmasnak találom, de valóban, hát mondjuk az utolsó rész az már eléggé erősre sikeredett, de hát úgy gondolom, hogy belefér, tehát, hogy én mondjuk már nagyon régóta ilyen horror, meg vámpír, meg szellemes történeteket, én ezeket nagyon-nagyon szeretem, meg tudom érteni, és egyébként tök jó, hogy csináltak egy ilyet, bár mondom, az utolsó rész az szerintem kicsit sok lett, már az nagyon áthajlott inkább. Jó, de ha mondjuk azt veszük, ahonnan elindult, és akik rajongók voltak, és elkezdték elolvasni, és elkezdték, azok ugyanúgy nőttek vele, úgyhogy már gyakorlatilag nekik nem volt annyira szörnyű. Nem tudom, hát rajongás, hát én nem voltam soha ennyire semmilyen könyvnek, igen, de így filmnek nagyon nem, hogy én minden részét megnézem, az számomra nagyon távol áll tőlem.
Ezt érthetjük a Harry Potterekre is? Igen, én azt sem olvastam el, bevallom őszintén. Egyáltalán nem, tehát abszolút nem érdekelt. Ott is megnéztem a filmeket. Nem vagyok egy ilyen egyébként, egy ilyen tipikus rajongó típus, hogy akkor én most ha elkezdek, jó, könyvben van ilyen, de az is nálam egy idő után elcsitul, tehát ha már nem izg, akkor már nem érdekel, akkor már nem olvasom tovább, akkor leteszem, és köszönöm szépen. Nem vagyok ez a nagyon rajongó típus. Viszont azt mondtad, hogy a horrorfilmeket szereted, és benne voltál a Gonosz Halott című remake-ben. Igen. Nem tudom, hogy láttad-e a korábbi filmeket, illetve meg tudtad-e nézni egészben az új filmet. Szerinted hogy sikerült? Jobb lett, mint a régiek? A régit én nem láttam, úgyhogy nincs viszonyítási alapom, sajnos. Pont a régit nem láttam, pedig terveztem, hogy megnézem, ha már, ugye megcsináltuk az újat. Nem tudom, általában el szokták szúrni. Nem mindig szokott. Talán a technika miatt szokott jobb lenni, de igazából szerintem mindig elszúrják, hogyha valamiből csinálnak egy remake-et. Én azt vettem észre, tehát nem hiszem, hogy ez általában beszokott jönni az embereknek, hogy valamit, ami már egyszer volt. Például a Ragyogásra is ezt tudom mondani, hogy annól csináltak, és akkor csináltak belőle újat, na azt például láttam, nem, a régi jobb, csak a régi nem kell az új. De horrornak is több műfaja van, vannak ezek a belezősek, ami a pszichére hatnak. Te melyiket szereted jobban? Megmondom őszintén, hogy mielőtt a kisfiam megszületett, bármilyen mennyiségben, tök mindegy, hogy beleznek, tehát fűrészek, akkor mindegy, hogy szellemek vannak benne, nem? Na most én eljutottam odáig, mióta a fiam megszületett, hogy belezőseket, nem. Amiben gyerek van, nem, tehát nem bírom végignézni, nincs gyomrom hozzá. De amúgy bármit, tehát tényleg ilyen nagyon széles skálán mindent meg tudok nézni. Van most egy feltörekvő színésznő, szerintem nagyon tehetséges, a Chloe Grace Moretz. Még nem kapott állandó hangot, többen szinkronizálják, többek között te is. Ráadásul volt egy horror szereped is a Carrie című remake-ben. Igen. Azt nem tudom, hogy láttad-e. Annak se láttam például. Nem láttam az eredetét. Nem. Biztos, hogy nem. És a Tim Burton nevű rendezőnek az Éjsötét árnyék című filmje, ezt különlegesnek tartod? Én Tim Burton. Hát szeretem ezt az elvont, hogy mondjam, műfaját, amit képvisel. Én nagyon-nagyon szeretem őt, tehát amit lehet és tudok, azt általában meg is nézem, hogyha tehetem. Ő is van időm rá, mert őt nagyon, tehát én nem is tudom, hogy van-e olyan, amit most talán az utóbbi. Pár évben nem, de szinte mindent láttam, tehát ugye Ollókezű Edvártól kezdve, igen, mindent. Én őt nagyon-nagyon-nagyon bírom. És milyen színésznek tartod a Moretzet? Szerintem nagyon tehetséges. Én ahogy így kétszer szinkronizáltam, én nagyon szerettem szinkronizálni. Én nem sok, nem kevés, mindig azt csinálja, amit kell. Én bírom. És az Amber Heardet? Ő melyik? Zombieland? Ó, igen, a szöszim. A szöszim, igen. Ugye Ananász Expressbe szinkronizáltam először. Hát az Ananász Express az egy hatalmas film. Azt még láttam is, szerintem többször. Őt nagyon bírom. Sőt, őt nem is akkor szinkronizáltam először. Egy sorozatba szinkronizáltam. Méghozzá... Húha, mi volt a címe? És nem fog eszembe jutni. Én sorozatba szinkronizáltam, akkor még nagyon fiatal volt. Őt nagyon bírom. Elég széles skálán mozog, és elég, ahogy mondjam, nem feltétlenül mondhatnám karakterszínésznőnek, mert nagyon sok mindent csinált már, és nagyon sok mindenbe szinkronizáltam. Igen. Igen, most, hogy így átgondolom. A sorozatban még kislány volt, az Ananász Expressben ugye a buta lány, a Machetében. Hát ott minek nevezzük? Szépségkirálynőnek, elég brutális csaj. És most például szinkronizáltam egy ilyen drámába. Na ott is teljesen más, sőt, ott már barna haja van, úgyhogy először fel se ismertem. És milyen szinkronizálni olyan remek alkotásban, mint a háromfejű cápa? Hát az elég vicces, tehát
A kollégákkal általában végig szoktuk röhögni az egészet, mert nem bírod ki sírás nélkül, hogy ezt hogy, tehát hogy ezt hogy. És egyáltalán ez ki nézi meg? Ki adott erre pénzt? Már jönnek, hogy hogy ki akar ilyet megnézni? Hát a háromfejű cápa zseniális volt. De a végén már azt hiszem 6 feje volt, ha jól emlékszem. Igen, a középsőt levágták, és akkor még a helyet is nőtt 3. Tehát már ez az abszolút, igen, a végén már 6 feje volt. Én ezeket nem nagyon értem. Tehát, hogy ez számomra már így, én biztos, hogy nem ülnék le és nézni végig az egészet. Mert ez már az abszolút, inkább végigröhögöm, mint hogy végigizgulom, hogy úristen, most mi fog történni. A végén úgyis az lesz, hogy megölik, de kiderül, hogy maradt még egy bébi, tuti, és akkor majd az megint mindenkit elkezd gyilkolázni. De aztán volt repülő is talán. Volt ilyen, hogy repülőcával. Volt repülő is, volt sárknádó is. Úristen. Igen, tehát ez számomra inkább vicc kategória, mint hogy izgalmas lenne. De az a szép, hogy ha a filmet nézed, akkor ez nem tűnik paródiának. Igen, tehát tényleg lennék. Komolyan vették. Igen, ez valóban így van, hogy ők ezt komolyan gondolták. Nem tudom, én nem tudom komolyan venni. Rengeteg nagyszerű sorozat szerepet volt, az egyik ilyen a Futurama, legalábbis így mondták be magyarul a címét. Igen. Arról milyen emlékeid vannak? Mit gondolsz arról a világról, amit ott abban felépítettek? Én nagyon-nagyon szerettem, sőt, nagyon-nagyon régen kezdtük el, szerintem 12 vagy 13 éves lehettem, amikor elkezdtük csinálni, és hát az nem most volt. Én nagyon bírtam. Úristen, hogy hívták a robotot? Zseniális volt a Seder Gabi a hangja. Bender. A Bender. Hát elképesztő, tehát hogy akkor egy karakter volt benne tényleg a robot Bender. Igen, aki állandóan sört ivott, imádtam. És az Ítélet család című szitkom? Na hát azt is végig röhögtük, sírtuk, röhögtük, jobban mondva sírva röhögtünk. Barát Pistivel, ugye a Barát Pisti volt a partnerem. Szerintem nem tudok olyan sorozatot mondani, amiben ennyit nevettem volna, miközben készítettük. Elég jó volt. Hiányzik? Igen. Az is például azok közé. A Futurama, amit így tudok mondani. Az Ítéletcsalád, amit szívesen még évekig csinálnék. Akkor a Soul Eater, abszolút, tehát azt nagyon-nagyon megkedveltem. Végig is néztem egyébként, bevallom őszintén az összes részt. Mert ez nagyon érdekelt. Igen, ezeket úgy az ember úgy biztos írja, úgy jó lenne még csinálni sokáig, jó sokáig. És amikor visszanézed a munkád, el tudsz vonatkoztatni a szinkronizálásodtól? Előfordul, hogy otthon, amikor fölkelek reggel, és már megy a tévé, akkor szoktam azt mondani, hogy nem szeretném, ha a kollégáim itt lennének benne a szobában. De el tudok vonatkoztatni. Sőt, vannak, akiket kimondottan szeretek, vagy vannak kimondott sorozatok, amiket nagyon szeretek nézni, bár most tényleg már nagyon kevés időm van rá, megmondom, inkább rajzfilm megy nálunk otthon. De igyekszem elvonatkoztatni. Tegnap Mezei Kitti mondta a nevemről kapcsán, hogy nagyon örülne annak, hogyha elvesznének a szinkronok, és újra csinálhatnák az egészet. Neked van ilyen munkád? Amit újra csinálnék? Amit annyira szerettél, hogy legszívesebben újra szinkronizálnád, hogy még egyszer a karakter bőrébe bújhass, vagy a hangulata miatt. Mondjuk az elég nehéz volt, és eléggé komoly munkát kellett belefektetni, de igazából nekem, én azt tudom mondani, most lehet, hogy ez egy kicsit furán hangzik majd, de amióta szinkronizálok, az számomra így a csúcs és a best, az az Aranyha és a Nagy Gubanc. Tehát abba rengeteg munka volt, nagyon sok napon keresztül vettük a dalokat is, a szöveget is. Ugye hát Disney, tehát ott meg is követelik, hogy ki legyen dolgozva. Én azt rettentően szerettem csinálni, tehát az nekem ilyen, a best. Azt szívesen csinálnám még egyszer. Elég fura világa volt a Coraline és a Titkos Ajtónak, illetve a Doboz Trollokra. Ezekre a filmekre hogy emlékszel vissza? A Coraline-t azt nagyon-nagyon szerettem.
amikor csináltuk, pedig az is már egy jó pár éve volt. Főleg ez a fekete hajú kislány, tehát ez a karakter. Elég grémes az a mese, de annak is van ugye mondani valója is, és imádtam a kis csajt, tehát hogy meg volt rajzolva, meg minden egyes apró dolgot, ahogy így megrajzolták a rajzfilmet, animációs filmet. Szerintem így a rémmesék közül talán az a legjobb, és hát a doboztrollok, az mondjuk kicsit más kategória, de nekem az is nagyon tetszett, főleg a hisztis úrilány, ki belecsöppen ebbe a világba. A tojás nagyon-nagyon-nagyon édes, aranyos, kicsit rémes mese. Talán jobban a gyerekeknek szól a Gruha, amiben a Margó szinkronizáltad. Igen. Ezt megnézted esetleg? Hát a film miatt szerintem láttam, vagy több milliárdszor már. Ő nagyon sokszor megnézte, de hát én imádom a minyonokat, tehát szoktunk is halandzsázni a kisfiammal elég sokat. Most is olyan pólóban vagyok. Mondjuk ez egy zombi minyon. Kicsit haldok, már meghalt. Minyon, tehát abszolút minyonpártik vagyunk. Nekem nagyon tetszett, tehát végre egy olyan mese, ami kicsit úgymond, mondhatom rá, nem olyan értelemben, hogy bugyuta, de hogy ugye a minyonok miatt, tehát hogy abszolút idétlen, de közben azért ott van ugye a szeretet, meg közben ott van a gonoszság. Én imádom, hogy senki nem veszi észre, hogy például a Gru ugye a legelső részben az elején, ahogy letolja az autókat. Senki nem szól egy szót se semmiért, hogy lejegeli őket, azért se szól semmit. Tehát hogy a gonoszok így futnak, rohannak, futkároznak, és azt csinálnak, amit akarnak. Zseniális. Nagyon szeretem. És kamerán kívül mondtad, hogy a Skorpió agymenők akcióban című film számodra nagyon emlékezetes. Uh-huh. Mi fogott meg benne? Fú, hát a sorozat ugye egy rettentően okos lányt szinkronizálok, és olyan dolgokat tud elmondani, amiről bevallom tényleg, tehát, de én olyan vagyok, hogyha valamit nem tudok, akkor később utána nézek. Na, ő pont az a kategória, hogy rengeteget beszél, és olyan dolgokat mond, amit én nem is tudok, hogy miről beszél. Ugye éppen összeszerel egy bombát, vagy szétszerel egy bombát, tudja, hogy melyik zsinort kell elvágni. Ezért izgalmas, mert tényleg olyan dolgokat kell mondani, meg annyira fel kell pörögni a csajhoz, hogy ezért rettentően izgalmas, meg valóban a sorozat is tök jó, hogy így az okosokat összeszedik, és akkor ők mennek és segítenek. Ez így tényleg izgalmassá teszi a sorozatot. És a Tudorok Béli karaktered mennyire volt emlékezetes? Az a másik, igen. Elég sokáig csináltuk, és ott nagyon-nagyon, ugye egy elég kimért Mária, ugye? Egy kimért lány volt. Az is egy kihívás volt, ugye, ott nem affektálhatsz meg. Ugye, ráadásul az elején kezdtem el csinálni, akkor még vékonyabb hangon kellett, akkor hirtelen már ugye idősebb lett, akkor már oda kellett figyelni, hogy ne a nagyon vékony hangomon, hanem az idősebb hangomon beszéljek. Eleve az egy nagyon-nagyon jó sorozat, az abban nagyon szerettem szinkronizálni. Az egy megint csak egy más világ. Fölírtam még két animációs filmet, az Így neveld a sárkányodat és a Minőt. Sajnos nem láttam egyiket se, így itt is csak azt kérdezném meg tőled, hogy milyen emlékeid vannak a forgatásról, ha láttad a filmeket, akkor mi a véleményed róla? Hát innen, mivel a sárkányokat is szintén szeretem, úgyhogy az nagyon nagy élmény volt, meg szerintem szuper, mind a két része, tök jól kitalálták, nagyon-nagyon izgalmas. A Minő, hát annak elég komoly mondani valója van. Ugyan a kisfiammal beültünk a moziba, és végignézte, nem sokat értett belőle, de végigülte. Igen, az egy komolyabb mondani valója van ugye magáról, a földről, meg a világról, meg mindenről, de szerintem nagyon szép, tehát ez a viaszlány, eleve, meg nagyon szép képek vannak benne, tehát ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Arról nehéz beszélni, azt még nekem legalább vagy kétszer-háromszor meg kéne néznem, tehát van, amit így az ember első nem tud megemészteni. Ennyire komoly? Szerintem igen, tehát hogy több a mondani valója, mint amit az ember ugye elképzel. Ugyanígy most a Kis Hercegnek ugye lett egy animációs változata.
meg kell még azt is néznem. Tehát végignéztem, és így az ember elkezd rajta gondolkodni, kicsit több tartalommal töltötték meg, mint magával a könyvvel, és megint csak az, hogy azok közé tartozik, amit szerintem úgy meg lehet nézni kétszer-háromszor, hogy az ember így átgondolja, hogy miről is szól. Tehát nem feltétlenül mondanám, nagyon fiatal korosztálynak meg lehet nézni, meg tök szuper, csak nem biztos, hogy ők le tudják vonni belőle, hogy valójában miről szól. Talán az Agymanó volt még ilyen, hogy mindenki bevitte a gyerek így végighűlte, meg végignézte, de hogy igazából sokkal több mondani valója van, tehát a felnőttek talán jobban értik, mint egy gyerek, tehát még nem tudja megérteni, hogy pontosan mit is akartak az alkotók ezzel mondani. Meg még, júj, mi volt még, ami ilyen volt? Amikor jönnek az űrlények a földre, és elfoglalják a bolygót. Szörnyek az űrlények ellen? Nem. 54-es bolygó? Ne, úrst, azt szeretem, de nem. Jaj, göndörhajú. Néger göndörhajú kislány a főszereplő. Go Home, azt hiszem az angol címe. Csak nem tudom, mi a magyar. Go Home. Na például ott is egyébként. De végre otthon. Az, végre otthon, igen. Például abban is igazság szerint tök aranyos, meg úgy az ember végén, de hogy teljesen már én elsírtam a végén, bevallom, a fiam az nagy csodálatta végignézte, annak is egy picit több mondani valója van, és jó, mondjuk az már egy másik kategóri, nem kezdesz el rajta gondolkodni, de hogy vannak ilyenek, amik most már én úgy veszem észre, egyre több olyan rajzfilmet, animációs filmet csinálnak, ami már meghaladja azt, hogy oké, hogy 6 éves kortól ajánlják, de a mondani valója az kicsit lehet, hogy a felnőtteknek, vagy az idősebbeknek szól. De én ezeket nagyon szeretem, hogy így bújtatottan le benne van. A Minionál és a Kishercegnél ez meglepett, mert a rajzolás, a grafikája, animációja miatt én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire komoly. Azt hittem, hogy ez ilyen kisgyerekeknek szánt alkotás. Nem, én a Kishercegen én is meglepődtem, mert én nagy Kisherceg rajongó vagyok, nekem megvan a könyv többféle változatban is, és meg már kisfilmnek elkezdtem olvasni, annyira még nem érdekli, de gondoltam, hogy hát ha a rajzfilm, nem sokkal több mondani vala, meg sokkal több, főleg, hogy mondom, egy plusz sztorit hozzáraktak, és így még inkább az ember elkezd rajta gondolkodni, de nagyon szép. Nagyon szép, csak nehezen nem észthető. Még egyet mondanék, a Kék Laguna az ébredést, ami azért volt érdekes, mert 2 szinkronja készült, az elsőben a főszereplőt csináltad, a másodikban egy mellékszerepet csináltál. Ilyenkor szoktatok szólni a rendezőnek? Vagy hogyan fogadod, hogy nem, látod, hogy szerintem, a rendezőnek szíve joga eldönteni, hogy kit mire oszt ki. Tehát én ebbe abszolút nem szoktam beleszólni. Olyan már esetleg előfordult, hogy Nickelodeonon főszereplő, vagy hát szereplő, sorozatszereplő, és már valaki volt a hangja, akkor ugyan szóvá tettem, de hát nem biztos, hogy akkor most a rendező azt fogja mondani, hogy na, akkor itt álljunk meg, menj haza, és hívom, aki eddig szinkronizálta. Én igazából ebben nem szeretek beleszólni, és nem is fogok szólni azért, ha én már valakit esetleg szinkronizáltam, és akkor most a másik szinkronizálja, a rendezőnek szíve joga eldönteni, vagy épp a megrendelőnek, hogy ő ki szeretne hallani. Én úgy gondolom, hogy ez nem rám tartozik. Én csak örülök neki, hogyha egy karakter, tehát vagy egy színésznőre többször kihívnak, ez persze az embernek jól esik, főleg, hogyha ráadásul más rendező is azt mondja, tehát mert nem minden stúdióban csinálom ugyanazt, vagy másik filmet, ugyanazt a színésznőt. Hogyha most XY kihív erre, viszont AB az meg nem akar erre ki, nem fogok ebből akkor ügyet csinálni. Tényleg szíve joga, hogy ő eldöntse, hogy szeretné-e az én hangomat, vagy nem. Tehát így, hogy most igen, hogy itt ugye először főszerepet szinkronizáltam, utána meg mellékszereplőt, nem tudok ebbe belekötni, tehát ez nem én döntöm el. És hogyan kezdtél el szinkronizálni? Ez már elég régen volt, 9 éves voltam, és a Csuhabori ugye akkor már egy jó ideje szinkronizált, meg ugye a szülei is, és akkor megkérdezték, hogy lenne-e kedvem szinkronizálni.
És akkor hát mondtam, hogy hát nézzük meg, hogy ez hogy is néz ki. És hát ugye, mint mindenki, először tömegeztem jó sokáig, aztán kaptam egy szerepet, papírrepülőket, az volt az első főszerepem. Bevallom őszintén, annyi szövegem volt, kínolvastuk apukámmal előre, ott volt velem, és azt mondtam apukámnak, hogy én nem akarom ezt csinálni, és haza akarok menni. Ez akkor, azt hiszem, 10 éves voltam körülbelül. Akkor nagyon nem akartam csinálni. Aztán így igazából az évek folyamán az ember hozzászokik, jön egy rutin, és utána már így megy, tehát néha már nagyon végig se kell olvasni a mondatot, és már tudod, hogy úgyis mi lesz a vége. Beleszoktam, meg nagyon-nagyon megszerettem, meg nagyon jó sokféle karaktert, meg teljesen más karaktereket csinálni, szinkronizálni. Tehát most csak mondok egy példát, ezen nagyon szoktam röhögni, hogy reggel felkelek, elmegyek dolgozni, gyakorlatilag megfojtanak, akkor utána elmegyek a másik helyre, akkor ott nagyon szerelmes vagyok, aztán utána átmegyek a másik helyre, ott végigbőgöm magamat. Tehát, hogy én ezeket így nagyon szeretem, hogy így mindig valami mást, meg más miben, meg más karaktert csinálni, ez nagyon izgalmas. Gyerekként ugye játszottál színházban, szinkronizáltál, forgattál egy napi magyar sorozatban. Ez mennyire volt összeegyeztethető a magánélettel, az iskolával? Elég nehéz volt, mivel ugye, hát még a színház az még úgy helyjel közel, de igazából már akkor magántanuló lettem a színházi elfoglaltságok miatt. Nehéz volt összeegyeztetni, de nekem szerencsére volt egy olyan, nem tudom, valahogy az élet így hozta, hogy amikor színházba játszottam, ugye elkezdtem szinkronizálni, de akkor még nem olyan sokat. Aztán, amikor bekerültem a napi sorozatba, akkor így abszolút pont így kiestem abból a kategóriából, hogy gyerekszínész a színházból. Nem voltak olyan darabok, amikben játszottam, illetve már kinőttem a szerepeket. A szinkron akkor az így kicsit így lecsitult, akkor nem szinkronizáltam, és amikor abba hagytam a napi sorozatot, akkor ugye, akkor meg visszajött a szinkron. Úgyhogy így, hogy mondjam, így volt azért leheletnyi időm, vagyis pihenésre időm, tehát tényleg az élet valahogy így hozta, hogy akkor így elmaradt, és akkor tényleg csak a napi sorozat volt. De nem volt könnyű sokszor azért mindenre odafigyelni, a tanulásra, meg mindenre időt szakítani. De én nem bánom, én nagyon szerettem a mai napig. És a három közül melyiket szeretted jobban, vagy szereted jobban, vagy esetleg kiegészítik-e egymást? Fú, az a baj, mindegyik más, és más miatt lehet szeretni. A napi sorozat az a folyamatosság miatt. Nagyon-nagyon szerettem, meg ott sok mindent kellett csinálni. Egyszerre, ugye sok mindenre odafigyelni, meg nagyon szerettem, hogy beletanultam magába a filmezésbe, tehát tudom, hogy mi, hogy, hogyan világítanak, mit világítanak. Ez nagyon-nagyon jó tanuló, megtanultam gyakorlatilag sok mindent vele kapcsolatban. A szinkronizálás, ugye, amit mondtam, hogy így váltakozik egy napom, hogy éppen mit csinálok. És mi volt a harmadik? Szinkron. Ja, a szinkron ugye ezért. A színház, hát a színházon most elmaradt az életem már egy jó pár éve, az nagyon hiányzik. Most már majd úgy igyekezni fogok, hogy kicsit már amennyire lehetséges, és tudok visszakerülni a színpadra, azt úgy nem felejteném el, mert az a másik, amit ugye, amikor ott van a közönség, és utána az a taps, tehát azt úgy nem lehet semmivel sem pótolni. Az hiányzik, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én bizakodó vagyok. Hát reméljük, hogy nem sokára újra láthatunk egy színdarabban, és köszönöm, hogy megosztottad velem az élményeidet. Kívánok további sikeres munkát. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.